Az ünnepi láng fellobbanása jelzi, elkezdődött a Berekfest. Több mint fél évszázados hagyománya van a születi fesztiválnak Kárpátalján a beregszászi járásban. Az idén Makkos Jánosi adott otthont a rendezvénynek, amely keretében ukrán-magyar jószomszédsági napot is tartottak. Az idők folyamán Berekfest névre keresztelt kulturális és gasztronómiai seregszemlén a járás összes települése bemutatkozott. Meg akarjuk mutatni, hogy a beregszászi járásnak van saját tradíciója, amit tovább szeretnénk majd vinni, és el akarjuk mondani, hogy a beregszászi járás egy magyar lakta, és magyar tradíciókkal rendelkezik, úgyhogy a fő mondanivaló hogy ennek a fesztiválnak ez. Sorra érkeznek a feldíszített születi szekerek a mulatságra, amely hagyományosan szőlőpréseléssel kezdődik. Azonban nem a ma megszokott módon sajtolják ki a hegylevét a fürtökből. Szorgos leányok nagy fadézsában mezítláb tapossák az érett szőlőt a beregszászi borrend tagjainak felügyeletével. Kisvártatva csak nem térdig tocsognak a mostban, amely akár fogyasztható is. Nem csak a Beregvidéken van a szőlőtaposás hagyományának, hanem az egész Kárpát-medencében, sőt a kóser boroknál is valami hasonló, tehát a kóser borok is valami hasonló módon készülnek. De hát nem is lehet egy ünnep a fiatalság bevonása nélkül, nem is lehet igazából szép, maradandó és valami előremutató. Mindezt szimbolizálja az, hogy fiatal lányok, korábban gonoszkodva mondták, hogy szűzlányok taposása a legjobb, tehát hogy fiatal lányok tapossák a szőlőt, tehát, és így kezdődjön a szüret. Ez egy Kárpát-medencei hagyomány, szerintem nagyon sok vidéken még tartják és fenn fogják tartani. Örülök neki, hogy a Beregvidéken, a történelmi beregszászi borvidéken ez a szép hagyomány még él is, mint látjuk, hogy élni is fog. Ez a fiatalságot, a frissességet, az üdességet jelképezi, és most nagyon szépen összejön a kettő, mert mit tapasztalatunk egész Európában? A friss, gyümölcsös borok a trend, tehát jelentik a trendet, tehát ez kell is. És hát ez ennél jobb divat nincs is igazából. Örök divat a fiatalság, frissesség, üdesség, ezt szimbolizálták a lányok. A Beregfest látványos része a Hagyományok utcája. Hosszan sorjáznak egymás után a településeket bemutató sátrak. A sáros oroszlyak elhozták azokat a hímzéseket, horgolásokat, amelyek mintái nemzedékről nemzedékre öröklődtek a faluban. A község iskolásai ötletes őszi termék kiállítással készültek a bemutatóra. Községünkben nagyon sok szép hagyományt őriz, de sok kézműveseink is vannak. Így lehetett látni a fafaragóinkat, akik hordóval készültek a mai napra, a suska készítőjük, akik kis tányérokat, kancsókat, tányérokat, poharakat készítenek, és vannak a hímzéseink, ahol kalocsai mintát, matyó mintát himeznek, sőt horgolnak, és minden éjszakhoz megfelelő mintákat készítenek, például kellékeket, karácsonyra angyalkákat, karácsonyfa díszeket, húsvétra a húsvétriterítőket himezik, vagy pedig látható a kis himes tojás horgolva. Ezeket a dolgokat az oroszi iskolás gyerekek készítik el. Minden évben megvan nekik hirdetve, hogy van egy ilyen születi mulatság este, és ezen belül van egy ilyen termés kiállítás készítve. És akkor a legjobbakat mindig kiválasztják az iskolai tanárai, a zsűri elbírálja, és akkor azokat hozzuk ki ide erre a Beregfestre. Minden a gyerek ötletei alapján készülnek. Rájuk van bízva. Semmi sincsen erőszakolva, hogy mit készítsetek. Csak mindig az, hogy mindig mások, minden éven mások. Ki képet készít, ki egy gazdasági udvart készít el, ki egy állatkát készít el, ki mit szeret. És akkor mindig az a legjobbat, azt ide mindig elhozzuk. Nálunk működik a hagyományőrző csoport, néptánc csoport, mi betlehemezünk, mi muzsákolunk, mi tolfosztót rendezünk. A népi hagyomány nagyon felkarultuk, mert ezzel, akinek nincs múltja, nincsen jövője, én azt vallom, és ezt szeretnénk továbbadni a nemzedéknek. Én nagyon szerencsés vagyok,
hogy a mi községünkben a fiatalság ezt nagyon szereti csinálni, és büszkén őrzi meg. Jó falusi szokás szerint a kiállítók a szellemi termékek megismertetése mellett arra is gondoltak, hogy nehogy valaki szomjas vagy éhes maradjon a fesztiválon. Kóstolták is sokan a szőlőlevét, amely vörös és fehér borok formájában minden településen megtalálható a Berek-vidéken. Ezek a pálinkák pedig borból készültek, amelyeket a Rafalnaújfaluban faluban gyümölcságyon érlelnek. A falu polgármestere más ínyenséggel is, palóclevessel várta a vendégeket. Ma gondoltuk, hogy egy finom palócleves készítünk, ugyanis ez Kárpátalján nem nagyon hagyományos még, és gondoltuk ebbe egy új finomsággal rukkolunk előlem, úgy látszik, hogy elég jó csináltuk, mert már fogytában, alig maradt az alján egy kicsi. Hát azért mondanám miért, mert évek már 25 évet tudni kell, hogy főzök, és évek során mindig először egy egyszerű bográcsosszal kezdtük, utána babgulyás, húztam már jókai babgulyásra, tejfölösen, és most még ezt nemrégen kezdtük el főzni, ezt a palócleves, de elég nagy sikerünk van vele, és gondoltuk, hogy most újra bemutassuk. És ezt, hát most itt van, tudni kell, hogy füstölt kolbász benne, tinóri gomba benne, füstölt csülök benne van, disznó körmét is tettünk bele, az mindig jó ízt ad a bográcsosnak, tejfölösen, kaprosan, enyhén pikásan, úgyhogy nagyon nagy kellett volt, és örülünk, hogy el is fogunk. Palóc testvéreinkre is emlékezünk ezzel, hogy összetartunk? Palóc testvér és nekünk Recsk testvér település, és most voltam nemrégen Parádon, oda egy ilyen palóc fesztiválon, amon egy nagyszabású verseny, ez ahol a nagy hagyományon is több ezer ember volt, itt vadászok főznek. Régében én is ilyen vadasokat csináltam, de most ez egy újdonság, és gondoltam, hogy hát megpróbálom ezt is. És ha valaki egy kis nagymamánk készítette édességre vágyott, elég volt átsétálni a szomszédos Bene sátorához. Hát a Bene saját készítésű sütemények, baracsütemény, mármint Bene barackról híres és baracsütemény, akkor képviselőfánk, kosárka, díjos kosárka, fánk, amiket itt sütöttük most, és adjuk lekvára, baraclekvára, zsíros kenyér, lila hagymával, sajtos pogács, akkor van szőlőszokunk van, tejánk, befőztök, ahogy készítsük, mindenki régen a szülőktől megkapta a receptet, és így készítik elő. A fesztiválon minden évben elismeréseket is átadnak. A Berekszászi járás díszpolgára megtisztelő címet az idén hárman vehették át. Köztük volt Berki Károly tanár is, aki a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetségben tevékenykedett évtizedeken keresztül. Mióta részt veszek a kárpátaljai magyar társadalom életében, én nem azért tettem azt, amit teszek, és tettem, hogy erre büszkén mondjam ki, hogy igenis én mennyit teszek a kárpátaljai magyarságért, hanem valójában én mindig úgy éreztem, hogy nekem, ha kell, szürke eminenciásként kell a dolgomat végezni, azért, hogy az a kis közösség itt megmaradjon a Kárpátalján. Azért is nehéz ez a kérdés, mert valójában, és nagyon sokszor elmondtam már, hogy a kisebbségi lét, ez egy életen át tartó küzdelmet jelent. Tehát én nem úgy érzem, hogy na most én büszke vagyok erre, mert elértem ezt, hanem én arra vagyok büszke, hogy szolgálhattam ezt a kis nemzetrészt. Tóth Miklós a politikai és társadalmi életben kifejtett szerepért kapott elismerést. Összességében ugye több évtizeden keresztül képviselőként három szakaszban a Berekszászi Járástanácson, most a megyei tanácsnál vagyok képviselő. Életemet erre tettem fel egy részét, hogy a kárpáti magyarság érdekét képviselni. Mindenképpen hosszú éveken keresztül az utóbbi időben azon tevékenykedtem, hogy a kárpáti magyarságot összefogni. Hogy ezek a szervezetek, amelyek az érdekeiket képviselik, ezek lehetnek nagyon több szervezet is lehet Kárpátalján. Viszont amikor ki kell állnunk a nagy ukrán politikába, akkor teljesen fogjunk össze, és akkor tudjuk megmutatni az igazi arcunkat, az igazi mi voltunkat, és az igazi erőnket. És nagyon örülök neki, hogy 2005 a lezajlott választásoknál ez sikerült megyés szinten egy összefogást, és egy 12%-os és egy 8 fős tagsággal mai napra valóban a mérleg nyelve lettünk Kárpátalján. Én erre büszke vagyok, ebbe bizonyos szinten van az én munkám is, és én azt mondom, erre büszke lehet a mai tevékenységre viszont az egész Kárpátalja, ahogyan kiállunk mai napra azokban a nehéz kérdésekben is, amelyek újra megpróbálnak bennünket kilenni.
kiábrándítani a mindennapokból. A fesztiválon ukrán-magyar jószomszédsági napot is tartottak. Ennek keretében Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár Bereg megye vezetői újabb egy évre szóló együttműködési megállapodást írtak alá. A két határmenti megye, a két határmenti önkormányzatok, az ukrán és a magyar kapcsolatok nem szabad, hogy ezeket megsínyeljék. Ezért azt a jószomszédsági napot, amelynek komoly hagyománya van, most is megtartottunk. Ennek keretében írtunk alá egy újabb együttműködési megállapodást, ami a következő évre deklarálja a szándékainkat, és hát olyan szándékaink vannak, amelyek révén európai uniós forrásokból Kárpátalján is tudunk olyan beavatkozásokat teljesíteni, amelyek a kárpátaljaiak javára szolgálnak, az ő boldogulásukat, közműellátottságukat javítják. Az említett új oktatási törvény ugyanis lényegesen szűkíti a nemzeti nyelveken történő oktatást, így a magyarokét is. A törvény elfogadása válságot okozott az ukrán-magyar viszonyban. Erről Brenzovics László beszélt. A KMKSZ elnöke kiemelte, Magyarország rengeteg segítséget nyújtott Ukrajnának függetlensége elnyerése óta. A jószomszédi viszonyt az elhamarkodottan elfogadott oktatási törvény feszültítette. Kárpátán, Ukrajnában tapasztalható nehézségek idején Magyarország mindig Ukrajna segítségére sietett. Nem szeretném sorolni, kezdve a elismeréstől, az első szerződéstől, az ávizek idején, vagy pedig a jelenlegi válságos időkben adott rendkívül jelentős segítség. És ebben az időszakban ugye nagyon fontos ez a mai rendezvény, ahol végül is Kárpátalja és itten a Beregszászi járás lakossága demonstrálta azt, hogy ennek ellenére ez a jó viszony megvan. És azt éppen ma írtak alá egy újabb szerződést a két szomszédos megye között, és itt voltak a megyevezetői, a testvérvárosoknak a vezetői, vagy pedig akár részt vett egy ilyen jótékonysági futáson Orbán Anikó, Orbán Viktor miniszterelnökünknek a felesége, aki minden évben eljön ide, és azt mutatja, hogy nagy az igény arra, hogy ezek a kapcsolatok és ezek a konfliktusok rendeződjenek, és reméljük azt, hogy megvan a mód arra, hogy megtaláljuk a modus vivendit, és oly módon, hogy továbbra is ez a jószomszédsági kapcsolat fennmaradjon, hiszen ez érdeke mindkét országnak, érdeke mindkét megyének és valamennyi itt lakó állampolgárnak. Erre a Beregfest kiváló példa, hiszen a több ezer érdeklődő között voltak ukránok és magyarok vegyesen. A színpadon is egymást váltották az ukrán és magyar előadók, tánccsoportok. A szívemhez közel áll ez a terület. A Nemzeti Tehetségprogram által indított digitális tehetséggondozó műhelyek projekt révén informatikai szaktantermet kapott a Munkácsi Magyar Középiskola. Az átadó ünnepségen Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár azt mondta, nincs tehetségtelen fiatal, legfeljebb a tehetségeket kevésbé támogató környezet. Ezért fontos a kárpátaljai iskolások számára a támogató környezet megteremtése, amely segíti a kibontakozásukat. A 21. században új kihívásokra kell választ adniuk a fiataloknak, hiszen ahogy a körbenézzünk, akkor nagyon sok munkahely az elmúlt időszakban megszűnt, és az új munkahelyek nagy része az már az informatikai szektorhoz, a digitalizációhoz kötődik. Nekünk az a feladatunk, hogy a fiatalok számára biztosítsuk azokat a körülményeket az oktatás során, amely elősegíti, hogy az ő készségei, képességek ezen a területen is fejlődjenek. A pályázat során digitális tehetséggondozó műhelyeket Kárpátalja három magyar középiskolájában, Aknasz Latinán, Ungváron és Munkácson hoztak létre. Lehet weblapokat szerkeszteni, amiket én ezen a műhely munkán foglalkoztam. Emellett a többi eszközzel még lehet különböző médiával kapcsolatos dolgokat, gyakorolni, csinálni, például fényképezni, kamerát kezelni, és a többi. Az az igazság, hogy az iskolánkban, mint számítástechnikai osztály volt ugyanakkor a gépeink, tehát a 2005-ös évtől volt üzemeltetők, és eléggé elavultak, és nem a korszerű rendszernek felelnek meg, és ezért nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ránk gondoltak, amikor megajándékozták az iskolánkat, és egy digitális médiaközpontot hoztak létre az iskolánkban. Természetesen ez az egész felső Tiszavidéknek egy új jelenség volt,
és külön örvendetes, hogy mivel Géniusz pont az iskolánk, ezért nem csak a mi iskolánk diákjai, hanem a felső tiszavidéki diákjai is hozzáférhetnek ehhez. A digitális tehetséggondozó projekt a kárpátaljai magyar fiatalok és a helyi magyar cserkészet támogatására létrehozott Bodnár Gábor jótékonysági alapítvány nyertes pályázata révén valósult meg. A Bodnár Gábor alapítványt azt közel 7 éve alapítottuk. Elsősorban az alapításkor az volt a fő motivációnk, hogy a kárpátaljai magyar fiataloknak, a kárpátaljai magyar cserkészeknek legyen egy olyan alapítványa, amivel az itteni értékes programjaikat, a szabadidő eltöltésüket, de azt is az értékes formában programjaikat támogassuk. És ez az alapítvány később tovább gondolta a céljait, és a kárpátaljai magyar fiatal tehetségeket is bizonyos formákban úgy gondolta, hogy támogatni kell. És az alapítvány ilyen céllal pályázta meg ezt a nemzeti tehetségprogramos tematikát, a digitális tehetséggondozást, ami egy nyertes pályázatunk, és amit itt Kárpátalján múlt évben elkezdtünk megvalósítani. Abból indultunk, hogy 2000-es éveket érünk, tehát most már a digitális technika az nem ugyanazt jelenti, mint a mi diákkorunkban a fiataloknak, hogy valami újdonságot, hanem már a velünk együtt élő valóságot, és ugye szaladjunk előre a korban, tehát próbáljunk a fiataloknak digitális környezetben olyan lehetőségeket megteremteni, amivel később még jobban érvényesülnek. Próbáljanak iskola mellett olyan digitális tematikákkal ismerkedni, találkozni, amik az iskolai órákban nincsenek. Ehhez pedig próbáljunk olyan eszközöket is biztosítani, amelyekkel ezeket az újdonságokat meg is tudják tanulni, ki is tudják próbálni, meg tudják valósítani. És ezzel a céllal pályáztunk 3 kárpátai iskola számára egy komplett modern informatikai teremfejlesztésre, hiszen ugye jó magam is tanítok számítástechnikát, és tudom, hogy milyenek a gépellátások az állami iskolákban. Tehát ezeken a gépeken nem lehet modern dolgokat megtanulni. A Zaklasz Latinai Bolyai János, az Ungvári Dajka Gábor és a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola így egy teljesen modern, felszerelt, minden igényt kielégítő informatikai szaktanterem felszerelést kapott. Kiépítése, hálózat kiépítése, programok ellátása meg is történt, és hát meg lehet kérdezni a gyerekeket, meg a tanárokat, hogy mennyire más egy ilyen közegben oktatni. Azoknak a fiataloknak, akik ezen a területen, tehát a digitális területen érdeklődőek, kreatívak, azok számára ilyen néhány fős csoportokban úgynevezett műhely munkákat indítottunk szaktanárok vezetésével, ahol főleg a média világából ismerkedhetnek meg olyasmikkel, mint videótechnika, hangtechnika, rádiózás, tévézés nagyon alapfokon, kiadványszerkesztés, honlapszerkesztés, képszerkesztés, amihez ugye mi tanárok sem feltétlenül értünk, tehát ezért számunkra tanárok számára pedig képzéseket szerveztünk. Voltak képzéseink digitális technikából, konkrétan kiadványszerkesztés, grafikai szerkesztés, hálózati adminisztrációs ismeretek, mert ugye ezek hálózatban működő számítógépek, illetve az Ungvári Magyar Szerkesztőség munkatársaival voltak és lesznek képzések, elsősorban tanároknak, de diákoknak is, ahol megismerkedhettünk a stúdió felszerelésekkel, a stúdió munkájával, kamera használattal, hogy kis filmecskéket tudjanak ezek a diákok készíteni. Miért? Miért? Miért szükséges ez? Tehát miért látták ennek szükségét, hogy ezt megtanulják a gyerekek? Hát
Hát ennek több oka van. Az egyik, hogy érdekesebbé tenni számukra az iskolai létet, tehát ne csak a száraz informatikai, meg egyéb tantárgyi órákon tanuljanak meg olyasmiket, amiket előírtak az állami tantervben, hanem olyan kreatív dolgokkal is foglalkozzanak, amitől számukra lesz érdekes az iskola, olyasmikkel foglalkozzanak, amit egy mai fiatalnak nagy valószínűséggel haszonnal lehet majd később használni, alkalmazni, forgatni. Ugye ma a videotechnika az már nem egy elérhetetlen dolog, tehát a mobiltelefonjával is tud mindenki valami kis felvételt készíteni, de hogy ez a felvétel hogyan nézzen ki, hogyan vágja meg, mire figyeljen oda kompozícióilag, használjon minőségi kamerát is, minőségi hangtechnikát is, és lássa, hogy van különbség a kettő között, ez nagyon fontos. Meg azért is fontos, mert a kis közösségek így meg tudják azokat az eseményeiket, rendezvényeiket néhány percben örökíteni, amelyeket amúgy nem is biztos, hogy gondoltak volna rá, hogy erről hírt kell adjanak, ezeket fel tudják tenni egy YouTube csatornára, mások is meg tudják tekinteni. Tehát mondhatom, hogy kis regionális, kis helyi, kis közösségi média csapat is képződhet az idők során. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a tehetséges kárpátaljai gyerekek informatikai tudásának fejlesztése céljából 12 millió forint értékben 44 számítógépet, illetve videófilmek készítéséhez szükséges eszközöket is kaptak a kárpátaljai magyar iskolák. Beregszászon szervezett háromnapos nagy sikerű programsorozatot a Krédó verséneklő együttes, hangszeroktatással és koncertekkel egybekötve. Az esemény sorozat záró akkordjaként a Krédó Fohász a hazáért címmel nagyszabású szimfonikus gálakoncertet adott a beregszászi református templomban, amelyen az együttes tagjai bizonyságot tettek Isten és a magyarság előtt. Forog bennem minden, tehát szinte az egész életem most egy lepereg, és akkor... Néha az az érzésem, hogy nem is volt hiába való ez az egész. Most nem attól, hogy ezt a művet így sikerült bemutatnunk, hogy ennyi, hanem én figyeltem a gyerekek, az énekesek, a zenészek szemét, a kórusok, akik segített, és hát abban olyan valami öröm, valami, nem tudom mi, de valami olyan csodálatos dolog jött át felém, ami gyakran azon töröm a fejem, hogy na elég, most már öreg, hagyd abba, ideje letenni a lantot, és ilyenkor azt mondom, hát lehet, hogy még nem is. A rendszerváltozás után a Krédó verséneklő együttes megalakulása idején szigorú cenzúra volt Ukrajnában. Sokszor csak dalban lehetett kimondani az igazságot. Ezért a csapat minden dalát átszövi a haza szeretet. Feladatuknak tekintik a magyar értékek és kultúra ápolását és megőrzését az elszakított területeken és az anyaországban is. Mindenhol nagy szeretettel fogadják őket. Hallom, hogy mondják ezt, azt, amazt magyarországiakról, hogy viszonyulnak a kárpátaljaikhoz, meg ezt mondják, meg azt mondják. Én azt mondom nekik, hogy merre jártok, milyen Magyarországra jártok, mert én ilyenekkel még soha nem találkoztam. Mindig csak csodálatos emberekkel találkoztam. Magyarországon, Erdélyben, Vajdaságban, Lendván, Muravidéken, Felvidéken, amerre jártunk. Hogy most így megnevezzek valamilyen helyszínen, nem merek, mert szinte mindenütt... Nekem nem számít, hogy egy pici kis templom valahol a hegyekben, Egerszalókon, vagy a Budapest sportcsarnok 10-20 ezer ember előtt játszunk, éneklünk. Valahogy mindenütt, ahol ilyen szeretet fogad, akkor az elég 2-3-10 ember, akik odafigyelnek, és csillog a szemük, és akkor azt mondom, hogy de jó, hogy eljöttünk. Ivaskovics József előszeretettel zenésíti meg a felvidéki Bodnár Éva verseit, akinek költészete a magyarság kisebbségben való megéléséről, hazaszeretetről szól. Az érzéseim olyanok, mintha odahaza lennék, tehát mintha hazaérkeztem volna, hisz én úgy gondolom azért találtunk egymásra Ivaskovics József zeneszerzővel, nem csak ennek a műnek a kapcsán, de már korábban is, mert azonos hullámhosszon rezgünk. Ugyanolyan érzések birtokolják a gondolatainkat, ugyanolyan gondokkal küzdünk nap, mint nap, ugye a magyarság túlélése, megmaradása, megőrzése.
A Krédó tagjai feladatuknak tekintik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását és képzését is. Épp ezért saját költségükön több zenei műhelyt is működtetnek Kárpátalján, többek között Kisgelyőcön, Ráton és Szalókán is. Együtt dobban a szív, zene dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. 20 évvel ezelőtt a Kisgelyőci Gyöngykaláris Kórusiskola volt az első olyan önálló kárpátaljai zenei műhely, amelyet a Krédó verséneklő együttes tagjai alapítottak a megyében. Az adományokból és szülői segítséggel működő zenei műhelyben egyházi zenéket, népdalokat és hazafias dalokat tanulnak a gyerekek. A foglalkozásokat átlagosan 20-an látogatják. Első osztálytól járok énekarra, és én régebben zongoráztam, de most már nem annyira, és most gitározni fogok. Jó, nagyon ügyes vagy. Jó, ez az álmol, vissza az emóra, ez az. A Kisgelyőci Gyöngykaláris Kórusiskola jelenlegi vezetője, Györke Marianna, még csak 8 éves volt, amikor Ivaskovics József zenei műhelyet alapított, a mindössze 800 lelkes kicsiny magyar faluban. Nem csak az ő életére, hanem a település mindennapjaira is nagy hatással volt a kórusiskola beindítása. Mikor én is ide jártam ebbe a zeneiskolába, számunkra elmondhatom, és akik akkor is velem együtt jártak, hogy ez az, amiből a legtöbbet épültünk, és amit a legtöbbet kaptunk. Az, hogy ezeken a hazafias, megzenésített verseken keresztül nevelt bennünket Jóska bácsi a hazaszeretetre, és nemzeti hovatartozásunk megőrzésére, ápolására és továbbítására. Számomra is úgy van, hogy ez az, ami a legtöbbet jelenti. Egy azért, hogy azt tudom mondani, mindenért Istené legyen a dicsőség. Elsőként azért is, hogy még fent tudunk maradni és tudunk működni, és hála Istennek, ha megérjük, jövő éven 20 évesek leszünk. Második pedig nagyon fontos dolog, ami az életünkben ez egy határozó, meghatározó pont, hogy ha én úgy érzem, amit kaptam, ezt tovább is kell adnom. És ez az, amit ahogyan elindult ez az egész kórusiskola ennek a szellemében, hogy megőrizzük magyarságunkat, hovatartozásunkat, nemzeti identitást, tudatunkat. Én is ezt szeretném átadni a gyerekeknek, és erre szeretnénk őket nevelni, és leginkább egy gyerekbe ez a dalok és az énekek, amik közelebb hozzák szerintem ezeket a dolgokat, és örülök neki, hogy ők is örömüket lelik ebben, és még inkább örülök, hogy működni tudunk, és ezt tovább tudjuk vinni, és remélem, hogy a közeljövőben is így tudunk majd működni. A kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus és a nehéz ukrajnai életkörülmények miatt Kisgelyőcről is több család áttelepült Magyarországra. Ilyenkor a zeneiskola is elveszíti egy-egy tehetséges diákját. Nagyon sokan vannak helybeliek is, a falunkból is, akik már elmentek, és sok gyereket elvittük. Ezt megéreztük itt a zeneiskolába is, mert azért a szívem fáj, amikor látom, hogy olyan tehetséges gyerekek, akikkel eddig együtt dolgoztunk, és most el kell, hogy köszönjünk egymástól. Persze ez mindenkinek saját döntése és elhatározása, de személy szerint én úgy vagyok vele, hogy kárpátaljai magyarnak születtünk, és úgy érzem, hogy itt a helyünk, és itt kell maradnunk, és nem csak azért, hogy ezt továbbadjuk a gyerekeknek, hanem hogy mindenki úgy érzem nem mehet el, és valakinek itt kell maradni, és személy szerint azért is érzem fontosnak, mert úgy érzem, hogy ide teremtett bennünket a Jóisten, és itt kell megmaradnunk és szolgálnunk, és hogy tovább tudjuk a gyerekeknek adni ezt a nevelést, ezt a hovatartozást, és azt, hogy tudják, hogy hol a helyük. És ez az, ami leginkább éltet, hogy, és vagy tovább is adja az erőt számomra és számunkra, hogy itt maradjunk, megmaradjunk magyarként, meg tudjuk őrizni magyarságunkat, mint kárpátaljai magyarok. És a másik is fontos dolog, hogy úgy érzem, hogy
nem véletlen, hogy a Jóisten ide teremtett bennünket, és úgy érzem, itt kell maradnunk és tovább vinnünk ezt a szolgálatot, amit ránk bízott. A kárpátaljai magyarságnak az elmúlt 100 évben szinte folyamatosan ellenséges politikai körülmények között kellett fennmaradnia. A statisztikák és előrejelzések szerint az ukrajnai megyében élő magyaroknak már évekkel ezelőtt be kellett volna olvadniuk a többségi nemzetbe. Az, hogy ez még mindig nem történt meg, és az, hogy a kárpátaljai magyarságban még mindig ég a tűz, a krédóhoz hasonló kezdeményezéseknek köszönhető, akik amellett, hogy tömegeket lelkesítenek dalaikkal, a felnövekvő nemzedék hazafias nevelését is szívügyüknek tekintik. Épp lovas bemutatót tartanak a Mikeskelemen hagyományőrző alkotótáborban. A gyerekek feszült figyelemmel kísérik, amint a fegyelmezett lovas kikerüli az akadályokat, és határozott mozdulattal eltalálja célpontját. A lovas bemutató után a régi kor egyik harci formája, az íjászat következett. Itt a gyerekek kipróbálhatták rátermettségüket és tehetségüket, nem csak a nyilazás, de a karikás ostorcsattogtatás és a magyar szürke marha szarvából készült faragott kürt fújásában is. Ebben a Békés Csabai történelmi íjászkör volt a segítségükre. Hát ezek a dolgok azért különlegesek, mert ugye a mai életünkben ezek már a múlté, és ez a történelem része, és mi azért csináljuk ezt, hogy a gyerekek megismerjék ezt a régi harcmodort, a életmódot, ruházatot, fegyverzetet, és ezt a nagyszerű sportot, az íjászatot. A gyerekek elsősorban az íjat szeretnék a kezükbe fogni, mert ugye az egy kicsit egy ilyen misztikus dolog, egy ilyen magyar íj, nem mindenkinek van otthon, és hát elsősorban az íjászatot kedvelik, szeretnének megtanulni, nagyon jól lőni, ugye filmeket látnak, ahol különböző íjakkal lövöldöznek csatajelenetekben, sportszerűen, és hát mindenkinek egy vonzó dolog, főleg a fiúk részére, de viszont itt a lányok is, és nagyon érdeklődnek a sport iránt. A fiataloknak lehetőségük nyílt egy különleges, korhű öltözetekből álló kiállítás megtekintésére. A többségében saját készítésű ruhák a történelem akkori időszakának viseletét, fegyverzetét és hadászatát igyekeznek bemutatni. Folyamatosan a 22 év alatt fejlesztettük a kelléktárunkat, eszköztárunkat, a ruhatárunkat. Ezeknek a viseleteknek egy része vásárolt, egy részét mi magunk készítettük, esetleg kaptunk egy-két dolgot ajándékba. A viseleteket úgy állítottam itt a hátam mögött össze, hogy a honfoglalás korától, a nomád lovas íjász magyarok korától kezdve, az Árpádházi királyok korán keresztül, a lovak koron keresztül, a török korszak, a végvári harcok korán keresztül, a kuruc koron, egészen a 20. századi huszárságig, mármint a 20. század elejéig eljutottunk, és az iménti bemutatón is a honfoglalás korának az íjászatát, harcászatát mutattuk be, illetve az első világháború korának a lovas harcmodorát, tehát a huszárok lovas harcát, a szabja és a revolver használatát. A viseletek között van autentikus eszköz is, például egy család gyereke, első világháborús lovassági szabja, lovassági kard, vannak másolatok, vannak saját készítésű tárgyak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Békés Csabai íjászkör tagjai Szedlák István vezetésével már 18 éve kijárnak hozzánk, és azokat a tarsolyokat, azokat a süvegcsúcsokat, amiket láttunk az iménti bemutatón, ők maguk készítik, és minket is ők láttak el tarsolyokkal, veretekkel, veretesövekkel, süvegekkel. Tehát így gondolom, hogy már majdnem mindegyik korszakot be tudjuk mutatni a gyerekeknek, hiszen ők nem tudják ezeket még a tankönyvekből sem megtanulni rendesen igazán, hisz nincsenek tankönyveink, nincs elegendő tankönyvünk a magyar nép történetéből. Ezen próbálunk kifestőkkel, foglalkoztató füzetekkel segíteni. Én magam is hoztam és rajzoltam meg, itt szétosztottam, másoltam a gyerekeknek, amit aztán használnak, például Szent Lászlóról, az Árpádházi királyokról,
és ezeket a témákat feldolgozzuk, a tábortüzek, az esti beszélgetések, a napközbeni kézműves foglalkozások alkalmából. A tegnap este például itt a díszteremben a török kor, a végvári kor harcait mutattuk be, illetve a tegnap előtti foglalkozásnak a fegyverzetét, a Szent Lászlóval kapcsolatos fegyvereket, viseleteket. A jurtatáborként emlegetett rendezvény nagy múltra tekint vissza. Az elsőt még a 90-es években tartották, szabad ég alatt, Salánkon. Azóta több mint 20 év telt el, és a jurtából hagyományőrző alkotótábor lett. A helyszín megváltozott, de a tartalom ugyanolyan, sőt, még színesebb lett. Azért Mikes Kelemen nevét visel ez a tábor, mivel ugye Salánkon volt az első jurtatábor, és ugye a Kéz Barnabás és Salánki születésű és történész. Vidékünk köz nagyon-nagyon kötődik ugye a Rákóczi kultusz, a Rákóczi legenda, különösen Salánkhoz, mivel Salánkon tartották a mi hitünk szerint és a mi meggyőződésünk szerint az utolsó országgyűlést, bár ezt a történelemkönyvekben nem tekintik a legutolsó országgyűlésnek, hanem haditanácskozásnak, és ugye másik Rákóczi Ferencnek a hűséges apródja, irodákja, Mikes Kelemen volt, és az ő tiszteletére kapta ezt a nevet ez az alkotótábor, és bár már nem Salánkon táborozunk, de azért a nevet megtartottuk az ő iránta való tiszteletből. Tehát a Salánkon a Mikes kutnak a legendája, meg a töltött káposzta, hogy ugye mindenki magáéval tudja, de mi Salánki a különösen, hogy Mikes Kelemen, amikor a leveleibe azt írja, hogy édesnéném, régettem olyan finom töltött káposztát, akkor az a Salánki töltött káposztáról beszél. És ugye a Mikes kutat nálunk Mikes kutnak nevezték el az emberek, mivel ugye attól féltek, hogy valaki megmérgezi a fejedelmet, vagy ugye éppen hűs, tehát több variációja van, hűs vizet, forrásvizet keresett, és akkor abból a kutból lett egy forrás volt, onnan merített a legenda szerint, is azt vitte a vezérlő fejedelemnek. A két évtized alatt a tábor nagy népszerűségre tett szert a gyerekek és a fiatalok körében egyaránt. Ezúttal is több mint 50 kárpátaljai, zömében magyar nemzetiségű iskolás és diák táborozott a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceum területén. Azért jöttem ebbe a táborba, mert hallottam, hogy ez nagyon jó tábor, és persze régen nem jártam annyira táborokba, de most eljöttem ebbe, ez a legjobb tábor, amiben még voltam. Lovagolunk, bőrözünk, karktőket csinálunk, ilyen íjászkodunk, vagy például ostort is készíthetünk. Nagyon jó ez a tábor, csak az a baj, hogy egy hétig tart, vagyis 5 napig, nem egy egész hónapig. Azért vagyok itt, mert szeretem a hagyományt, és én is szeretném megtanulni, hogy miket csináltak régen a magyarok, vagy mit hagytak ránk. És lehet foglalkozni szövéssel, nemezeléssel, agyagozással, bőrözéssel, vagy akár ilyen érmeket is lehet csinálni, vagy bőrből karkötőket. Először a nővéremtől hallottam, hogy van ilyen tábor, mert ő a főiskolán tanul, és pályáztunk, és a lehetőséget megkaptam a tavaly, hogy jöhessünk ide a táborba. A szervezők célja a hagyományőrzés, történelmi múltunk felelevenítése és megörökítése. Ezért a hét folyamán egy kopjafa kifaragását is nyomon követhették a táborozók. Nyugaton, de szerte a világban a hagyományőrzésnek nagy népszerűsége van, de nálunk ez nem egy ilyen úri huncutság, nem egy hobbi, bár annak is lehet tekinteni, hanem inkább egy olyan háttér, amivel megpróbáljuk egyrészt a fiataljaink történelmi tudását pótolni, amit nem tudnak megszerezni az iskolában, másrészt pedig ezzel próbáljuk az öntudatukat egy kicsit, a helyes értékrendjüket fejleszteni, vagy erősíteni, a magyarság tudatukat, a hagyományos kultúránkat, mert hát itt foglalkozunk nem csak történelmi témákkal, a tábortűznél népdalokat énekeltetünk. Itt nincsenek ilyen sláger, meg bulatós nóták, meg modern zene. Nem azért, mert mondjuk nem szeretjük ezeket, hanem azért, mert
látjuk, hogy mennyire elmaradtak a mi fiataljaink, de mi magunk is, például a saját táncaink, saját mondáink, meseink ismeretében. Inkább ezt a hetet erre szeretnénk rászánni, hogy itt a technikát félretéve megpróbáljunk az internet nélkül egy pár napot eltölteni, és inkább élő szóban ezeket a dolgokat megtanulni. A tábor tematikájának megfelelően, mely idén a 2017-es Szent László éve volt, kiemelten foglalkoztak a török hódoltság alatti végvári harcokkal és az első világháború lovasságával, huszárságával.